A 60-as évek közepén Magyarországon elindult szerves építészeti mozgalom jelentőségét nem veszített el, legfeljebb új helyen, új formában erősödik újra, olvasható Gerle János építészettörténész esszéjében. Makovecz Imre a mozgalom elméleti és gyakorlati megalapozója így jelölte meg azokat a forrásokat, amelyekből a szerves építészetre vonatkozó ismereteit merítette. A parasztművészet, a középkori kisvárosi kultúra, Frank Lloyd Wright organikus építészet felfogása és Rudolf Steiner antropozófiája. Most Makovecz halála után egy évtizeddel a Magyar Nemzeti Múzeum és a művész nevét viselő alapítvány közös kezdeményezésére 15 hazai városban emlékeznek a Kossuth és Ybl Miklós díjas építészről, egyel a munkásságát bemutató interaktív oszloppal. Az installáció március első napján érkezett a Szekszárdi Garai térre. Ami Makovecz Imrét nem kell különösebben bemutatni, mert azt hiszem, hogy a legismertebb magyar építész, akinek különleges művei vannak, illetve vannak tervei is, különleges tervei is, és ezekből a tervekből, illetve a megvalósult épületekből gyűjtöttek össze halálának a 10. évfordulójára egy csokorra, a Makovecz Imre Alapítvány és a Magyar Nemzeti Múzeum közös rendezésében, és egy ilyen interaktív oszlop, úgynevezett Makovecz oszlop készült el, ami bemutatja ezeket az alkotásokat, és a járókelők számára, akik itt átmennek a téren, hát érdemes megállni és megcsodálni ezeket az egészen különleges és egészen különös víziókat tartalmazó alkotásokat. Én azt hiszem, hogy most már a 7. alkalom, hogy különböző városokban látható, és most eljutott Szekszárdra is. Makovecz a paksi templomot tartotta első kiemelkedő munkájának, amelyet sokan csak Makovecz templomként emlegetnek. A háromcsúcsos épület minden szempontból egyedi. A kecses, íves bejáratával, az áramló vonalaival és a csúcsokon megjelenő szimbólumokkal. Aki egyszer megpillantja ezt a népművészeti elemekből gyökerező templomot, biztos nem felejti el a látványt. Munkái szinte kivétel nélkül spirituális töltettel születtek. Egyszerre mutatják meg a föld alatt és a föld feletti világot. Épületeire minden esetben jellemző az alkotó történetmesélése. Saját belső világáról árulkodik, miközben önarcképet mutat hazájáról, arról a hazáról, amit Makovecz látott maga körül. Csak szerintem rá kell nézni az épületekre, hogy összetévesztetlenek ezek az alkotások. Tehát én is már jártam úgy, hogy elmentem egy épületet, és hoppá, ez egy Makovecz épület, és tényleg az volt. Most ez a művészi vízió azért azzal is jár, hogy műszakilag ezek eléggé igényesen kivitelezendő épületek, mert hogyha a kivitelezés nem tart lépést az építésznek a fantáziájával, akkor abból műszaki problémák is adódhatnak, és bizony vannak olyan Makovecz épületek, amelyek most már megérettek arra, hogy felújítsák is őket. Ez a folyamat nemrégen már el is indult, ráadásul kormányzati szándékként. Egy 2020-as döntés 1,4 milliárd forint állami forrást ítélt meg a Makovecz Imre által tervezett épületek felújítására. A forrásból 30 alkotás restaurálása történt már meg, vagy van éppen folyamatban. Ugye az egyik meghatározó egyéniség, és mindig azt szoktam emlegetni, hogy én régész vagyok, hogy mintha László Gyula egy ilyen egész iskolát teremtett az ő munkásságával, így Makovecz Imre is. Nem tagadom, hogy például az én házamban is van egy kis Makovecz vonal, de tényleg csak egy kis vonal, hiszen az akkori főépítésze a településnek, ahol lakom, egy pár vonal átrajzolta a házat, amit az egyik barátom tervezett, és meg kell mondjam, hogy jobb lett tőle. Szekszárd és Tolna megye méltán büszke Makovecz munkásságára, hiszen az országnak ezen a részén a művész több alkotása ma is biztos menedéket, meleget és adott esetben spirituális élményt is nyújt a használóinak. És nagyon örülünk annak, hogy Makovecz Imre halálának 10. évfordulóján indult útjára ez az interaktív kiállító torony, és megérkezett Szekszárdra. Szekszárd azért nem kell szégyenkeznünk, mint itt a felvezetőben elhangzott, mert azért Polák Mihály munkáját megemlíteném, a megyeházát és a Makovecz Imre által tervezett Béla teret, és hát természetesen a megyében is több alkotásával büszkélkedhetünk. Én arra kérek minden szekszárdit, hogy jöjjenek ide, érdemes megnézni, mert magának a toronynak a megjelenése és a toronyban lévő
vetítő lehetőség, vagy tévék által azért alaposan meg lehet ismerni a művészt, aki azért nagyon-nagyon komoly érdemeket szerzett. Nagyon örülünk még egyszer, és buzdítok minden szekszárdit, jöjjön és nézze meg. A Makovec életművet bemutató interaktív installáció március közepéig tekinthető meg a Szekszárdi Garai téren.